műsorvezető, hívő, feleség és édesanya. Földi Kovács Andrea a ma esti vendége a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában, a Mi vagyunk a magyarokban. Szia, Andi! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szervusz, és köszönöm, hogy meghívtál. A felsorolásból egyetlen egy dolog kimaradt, a mentor. És ezt egy személyes történettel kezdeném, hisz 2010-ben, amikor én oda kerültem annó még a Hír TV-hez, akkor te voltál az az első ember, aki meglátott bennem valamit. És az most alapvetően majd rólad szóló műsor, de ezt a személyes történetet mindenképp szeretném elmondani. Tehát te voltál az az ember, aki az első pillanattól kezdve mellém állt, segített, a mentorom volt, az első nagy mentorom volt. Éppen emiatt nyugodtan kijelenthetem azt, hogy ha te nem vagy, a te segítséged nincs, akkor valószínűleg most én sem ülök ebben a székben. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. És azt is, hogy itt vagy. Számítottam arra, hogy ezt el fogod mondani. Emlékszel arra, hogy mit mondtam neked, amikor bejöttél, vagy miről beszélgettünk ott az első napokban? Ugye a kemény munka, az alázat és a munka iránti hitvallás az sokszor szóba került. Örülök, hogy megjegyezted, de ez volt a legfontosabb, amit akkor át akartam adni neked, és hát pontosan tudod, hogy én szívesebben ülnék most is a te helyedben, és inkább kérdeznélek téged, de azért hagylak kibontakozni. Nagyon szépen köszönöm, kedves tőlem. De tényleg ez a legfontosabb, és annyira örülök, hogy erre emlékszel, és hogy ezt tényleg számon tartod, hogy így sok évvel teltével is most fontos a számodra. Hát én azt gondolom egyébként, hogy az újságíró szakma szempontjából ez a legfontosabb, amit egy kezdőnek vagy egy gyakornoknak az ember átadhat. Nagyon fontos, hogy milyen lesz a karrierje, vagy milyen lesz a munkája, vagy a munkához való hozzáállása, a tekintetben, hogy mik a motivációi, mik mozgatják, mit tart fontosnak. És nagyon fontosnak tartom az alázatot és a szorgalmat, és szerintem az, hogy itt ülsz, és ilyen műsorod, és ilyen műsoraid vannak, az többek között egyébként a szorgalmadnak és az alázatodnak köszönhető. És örülök, hogy ezt az első óra első leckét, ezt átvetted. Ez egy örök útra való egyébként teljes mértékben. Na de térjünk át rád. Nem volt egyértelmű a te esetedben, hogy televíziós műsorvezető leszel, hisz képzőművésznek készültél. Miért nem lettél képzőművész? A képzőművész pályához én túlságosan földhöz ragadt vagyok, és el is mondom, hogy miért. Nagyon szeretek a mai napig, szeretnék rajzolni és festeni, emellett a munka mellett egyébként nem jut rá sok időm, bár a férjem már vett nekem állványt, ott állnak a papírlapok, egyébként a kréták és a pasztelek arra várva, hogy majd újra belevessem magam ebbe a tevékenységbe, de nagyon minden percemet, minden órámat lefoglalja a televíziózás. Ha egyszer majd lesz rá időm, akkor újra belekezdek. Szóval egy olyan millióban, egy olyan világban mozog az ember akkor, hogyha képzőművészeti pályára készül, ami nekem kicsit testidegen volt. Én nagyon szerettem rajzolni, sőt a mestereim szerint tehetséges is voltam, ugyanakkor nagyon sok olyan dolgot, ami a művész életvitelhez tartozott, én nem tudtam magamévá tenni, és mindig úgy éreztem egy kicsit, hogy kilógok. Mire gondolsz, a közegbe. Hogy a közegre van? Igen, a közegre, a világnézetre, az egész világfelfogásra. Éreztem, hogy én ugyan szeretek rajzolni, elképzelhető, hogy tehetséges is vagyok, bár szerintem itt is nagyon fontos a szorgalom. A tehetség körülbelül 10-20% egy művész esetében is, és nagyon fontos, hogy mennyit rajzol, mennyit gyakorol egyáltalán, mennyi produktum születik meg abból a teremtő vagy alkotó ötletből, ami mondjuk megfogan, vagy amire mondjuk megihleti őt egy gondolat. Tehát gondolkoztam azon, hogy elinduljak-e ezen a pályán, de valahogy éreztem, hogy nem ez az én utam, és emiatt éreztem. Túlságosan konzervatív felfogású voltam már akkor is, bár akkor sem volt már túlságosan divatos vagy trendi ezt szerint gondolkozni. Budafok Albert falva, ott nőttél fel. Én arra lennék kíváncsi, hogy mit kaptál a szüleidtől? Ők milyen útravalót adtak neked? Ők is az alázatra, a tisztességre, és a becsületre és a munkára neveltek. És ezzel nagyjából egyébként mindent, legalábbis az alapokat átadták nekem. Mi szerény körülmények között éltünk, és nem volt készen, alám téve szinte semmi. Ezért megtanultam dolgozni és küzdeni azért, amit szeretnék megszerezni. Ez nagyon fontos. Ezt én a saját lányomnak is szeretném átadni, mert tudom, hogy a legtöbbet adom át akkor a gyermekemnek, ha megtanítom őt boldogulni, és megtanítom őt arra, hogy hogyan szerezze meg, amit szeretne, vagy hogy milyen küzdelmek árán juthat előre az életben. Szóval szerény körülmények között éltünk, egyszerű családban nőttem föl, de a tisztességre,
szerénységre és a munkára neveltek. Azt gondolom, hogy nem neveltek egyébként vallásosan, tehát például nem kereszteltek meg a szüleim, én 14 évesen magamtól keresztelkedtem meg, de minden fontos értéket és morális sarokkövet tőlük megkaptam és tanítást, és ezért a mai napig nagyon hálás vagyok nekik. Térjünk át a televíziós pályafutásodra. 2005-ben kerültél a Hír TV-hez. Te hogy kerültél a Hír TV-hez, és hogy kezdődött a felívelő karriered? Gyakornokként úgy, ahogy te. És először telefonos interjúkat kellett készítenem. Szóval megkaptam minden olyan munkát, amit a newsroomban senki nem akart elvégezni, és én ezeket nagyon lelkesen csináltam, csak azért, hogy egyszerűen ott lehessek abban a közegben. Abszolút kezdő voltam, és ezért is nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy végigjárhattam azt a szakmai ranglétrát, amit talán közhelyszerű így kívülállóknak hallani, gondolom sok újságírótól vagy tévéstől hallják, de tényleg nagyon fontos. Ez adja a képernyő stabilitásomat. Pont ezt akartam mondani, hogy mennyivel több az a műsorvezető, riporter, bármiről beszéltünk, aki végigjárta ezt a ranglétrát. Legalábbis én is a saját személyes tapasztalataim alapján mondhatom, hogy sokkal stabilabb tudás van az ember háta mögött, és úgy tud dolgokhoz nyúlni, hogy tudja, hogy azok valójában hogy működnek, miről szólnak, hogy lehet őket elkészíteni. Sokszor találkozunk olyan kollégákkal, akiknél ez hiányzik. És valahogy érezhető is egyébként ez a háttértudás közti különbség, ezt te szoktak tapasztalni, érezni? Igen, egyfelől háttértudás, másfelől egy csapatban dolgozunk, a televíziós szakma az egy csapatmunka, most mi ketten látszódunk itt a felvételen, és sokkal többen vannak azok, akik nem látszódnak, de nélkülük nem lenne adás, nélkülük nem lenne műsor. Aki végigjárja ezt a szakmai ranglétrát, az megtanulja megbecsülni a legapróbb munkafázist is a televíziózásban. Azokat az apró elemeket, azt a rengeteg alázatos háttérmunkát, ami mind szükségeltetik ahhoz, hogy aztán az adás elkészüljen. És ez is nagyon fontos szerintem, hogy az ember alázatos legyen, illetve helyi értékén kezelje magát akkor is, hogyha adott esetben képernyőre kerül, oda, ahova mindenki vágyik, de ugyanúgy tudja becsülni és tisztelni az összes többi munkatársát és az összes többi munkafázist a televíziózásban. Szerintem ez is fontos. Végigjártad a ranglétrát, híradós riporter is voltál, ugye ezt szaknyelven így szoktuk hívni, hogy híradós riporter az, aki a híradóba készít riportokat. Aztán nem sokkal később a nagy presztízsű Célpont című műsor egyik alkotója, műsorvezetője lettél. Sokan ismerik, sokan emlékeznek erre a műsorra. Neked melyik az a akár riport, akár pillanat, amely meghatározta a munkásságodat, vagy ma is úgy tekintesz vissza rá, hogy igen, az volt az a pillanat? A Célpont riportok közül? Így van, így van. Forgattam egy nagyon drámai riportot, egy helyszíni riportot, roma gyilkosságokról, olyan Tarnobodon és Gadnán két településen olyan áldozatok rokonait kutattam föl, és az elkövetők családját, ahol egyébként idős, magányos embereket öltek meg, gyilkoltak meg brutális körülmények között. Egyébként a helyi kisebbségnek a fiataljai, 17-18-19 éves elkövetőkről van szó. Hát ott nagyon a sűrűjébe kerültem, és nehéz távol tartani az embernek magát attól a milliótól, attól a közegtől, attól a kis falutól, ahol már nincs nyitva a közért, ahol már nem áll meg az árusító furgon sem, és ahol a néni kettesével, hármasával mennek a templomba, és egy valaki mindig otthon marad figyelni a többi házat, nehogy közbe kifosszák. Nagyon megrázó élmény volt, de az egyik legfontosabb és szerintem legjobban sikerült riportom. Ezért egyébként kaptam is egy díjat az egyik dokumentumfilmfesztiválon. Aztán a másik gyermek prostituáltakról forgattam, ami szintén nagyon megérint, de akkor rájöttem arra is, és sok ilyen pont volt a szakmán során, amikor tisztázódott, hogy merre visz az utam, és biztosan merre nem, amikor megkeresett egyébként a bűnügyi szerkesztőségnek a vezetője, hogy nem akarok-e a bűnügyi vonalra ráállni, és ez ebben a témában forgatni, annyira jól sikerült az a riportom. És mondtam neki, hogy most, hogy ezt az anyagot már leforgattam, biztosan tudom, hogy nem, ugyanis én nem tudom távol tartani magam annyira ezektől a történetekről, amennyire kell ahhoz, hogy hát ne őrüljön bele az ember. Lelki
könnyen kiteherként élted meg ezeket? Nagyon empatikus vagyok, és nagyon alapos. És túlságosan bevonzanak ezek a történetek, és utána 3-4 hétig nem is tudtam szabadulni tőlük. Nagyon megrázó történetek voltak. Egyébként fontos az empátia, az, hogy bele tudjon helyezkedni az ember az interjú szituációkba is, hogy átélje a megszólaltatottaknak a fájdalmait, érzéseit vagy érzelmeit, de fontos, hogy ezért az ember tudja távol is tartani magát kellő mértékben ezektől a történetektől. Rám ez nem mindig jellemző, és ez legalább annyira előny, mint hátrány. Ugyanígy az alaposságom is, hát azért kerültem az oknyomozó stábba, mert már a híradós riportokat is annyira alaposan készítettem el. Annyi háttérinformációt gyűjtöttem egy 1:50-es híradós riporthoz. Igen, ami teljesen, és fölösleges is volt, de rengeteg mindent tudtam. Tehát ha én egyszer valahova kimentem forgatni, akkor ott az összes létező információt összeszedtem, és még az interneten felelhető háttérinformációkat is. Aztán hírolvasó, illetve főműsoridős politikai közéleti műsorvezető lettél. A kezdeti időkben nem hiányzott a forgatás? Nagyon, és egyáltalán nem akartam képernyőzni. Én ezt egy lefokozásként éltem meg. És emlékszem, hogy úgy történt, hogy néhány célpontos anyagban, ezt gondolom te is átélted ezt a szituációt, amikor nem tudjuk megszólaltatni az interjú alanyt, amikor nincs éppen szinkron, vagy kellő megszólaló az anyaghoz, hát akkor az ember kényszerűségből mond stand-upot a helyszínen, elmondja a szükséges információkat, vagy éppen azt, hogy ki nem adott interjút. 2-3 ilyen stand-upot mondtam, és ez nagyon megtetszett a főnökeimnek, és Vadász Ágnes beszédtechnika tanáromnak is, akinek szintén nagyon sokat köszönhetek, aki szintén egyébként bátorított arra, hogy vágjak bele és próbáljam meg a képernyőzést, mert állítólag jól működött az arcom, jól működött a személyiségem a képernyőn. Volt valami olyan interakció, valami olyan plusz, ami mondjuk 10-ből 1 vagy 2 embernél van, és ez tényleg csak akkor derül ki, amikor az ember odaül a kamera elé, és bekapcsolódik az a bizonyos talia piros lámpa. Szóval egyáltalán nem örültem neki, nagyon fájt a szívem a célpont stábért, a munkáért, a helyszíni forgatásokért, és hát kicsit olyan félgőzzel is kezdtem el ezt az egészet, de gondoltam, hogy vágjunk bele. Nagyon fontos tapasztalat volt. Nagyon fontos tapasztalat volt az, hogy híradóztam, hiszen ez is egy olyan műfaj, ami ilyen száraz szikár, de rájöttem arra, hogy mennyire sok pluszt lehet hozzáadni azzal, ahogy az ember csinálja, az értelmező olvasással, a szükséges pontokra kihelyezett hangsúllyal, az interakcióval a néző is köztem. Nagyon magas szintre lehet emelni a híradós műfajt is. 2015 G-nap. Emlékezetes pillanata ez a te, illetve az én életemnek is. Ugye akkoriban mi, mint a Célpont stábja, majd te, mint a Hír TV egyik vezető arca is, ott hagytad a Hír TV-t. Most már több mint 5 éve történt eseményekről beszélünk. Hogy élted meg akkoriban ezt az egészet? Hát nekem ez egy nagyon drámai fordulat volt, és ez egy nagyon összetett történet, és ezt neked talán szükségtelen magyaráznom, de a nézők kedvéért mondjuk el, hogy ott egy olyan szorosan együttműködő és hosszú évek során összekovácsolódott szakmai stáb és csapat dolgozott, akikben ez a törés a mai napig nem regenerálódott. Ez egy ilyen végzetes és visszafordíthatatlan folyamat volt. Barátságok mentek tönkre. Egyébként szerintem karrierek is. Tehát ott ez egy végzetes beavatkozás volt. Ez volt az egyik, ami miatt. Tényleg fájt a szívem, de én nem tudtam máshogy dönteni akkor, tehát én másnap beadtam a felmondásomat. És ami miatt beadtam a felmondásomat, az viszont már Simicska Lajos kijelentései voltak, és az a stílus, amiben ezeket a kijelentéseket tette. És a mai napig érezhető mind a közbeszédre, mind a politikai beszédre gyakorolt hatása annak a bizonyos G-napnak. Ott átszakadt valami gát, és megjelent a vulgaritás a közbeszédben, sőt, ma már trendi egyébként úgy beszélni. És ma már agresszióra is váltát. Így van. Tehát nem jó folyamat kezdődött el. Igen, és azt gondolom, hogy ez sem visszafordítható már. Tehát kiengedtük a szellemet a palacból, nem gyömöszölhetjük vissza. Úgyhogy nagyon, a mai napig, bár valóban sok év eltelt, nagyon-nagyon rossz emlékez nekem. Hát azóta sok kollégával találkoztam, és akivel lehet tartom is a kapcsolatot, de be kell, hogy valljam, és be kell, hogy valljuk, hogy valóban nagyon sokakkal nem. 2 év köztelevízió következett, teljesen más műfaj, vagy teljesen más terület, nem tudom, hogy fogalmazzam meg pontosan, teljesen más
média vagy sajtó készítési mechanizmusok. Milyen volt a köztévében dolgozni? Milyenek az ott megszerzett tapasztalataid? A legfontosabb tapasztalat a köztévével kapcsolatban, és majd elmesélem közben a háttérben, ezért zajlott egy másik történet, az volt, hogy amikor az ember szakmailag már 10 év alatt elér valamit, és bekerül egy teljesen új stábba, egy teljesen új közegbe, akkor a nulláról el kell kezdeni fölépíteni magadat. Ez egy végtelen fontos élettapasztalat, és hálás vagyok a sorsnak, hogy végül megtörtént velem. Ismeretlen közegben egy ismeretlen stábnak bizonyítani, hogy igen, ami te vagy, ez nem véletlenül lettél, hogy igen, bízhatnak benned. Nem benyomtak ide, stb., mert igen, emlékszem, akkoriban voltak ilyen cikkek, elég sok megjelent. Mindig vannak, nem, soha nem foglalkozom ezekkel. Nem lennék itt, hogyha foglalkoznék velük. Szóval ezt kellett újból felépíteni, és produkálni, és bizonyítani mindenkinek, ott is, a minden stábtagnak, minden szerkesztőmnek, minden kollégámnak, hogy megbízhatnak bennem, hogy támaszkodhatnak rám, és hogy fogom tudni hozni azt a színvonalat estéről estére, amit mondjuk láthattak tőlem a Hír TV-ben. De mindeközben zajlott egy folyamat, hogy egy pert indított ellenem a Hír TV, és milliós nagyságrendű összegre perelt, hogy arra hivatkozva, hogy megsértettem a versenytilalmi szerződést. Itt az első fokon 6 millió, mások fokon 8 milliós összegről volt szó, és én azt mondtam ebben a perben, hogy én nem fizetem ki természetesen ezt a versenytilalmi megállapodás keretében tőlem követelt összeget, mert indokolatlannak, sőt jogtalannak tartom ezt a követelést. Be akartam bizonyítani a bíróságon azt, hogy egy ilyen szituációban egy műsorvezetőnek joga van arra hivatkozva fölállni és otthagyni egy csatornát, és adott esetben elszerződni egy másik csatornához, hogy morálisan már vállalhatatlan számára. És nagyon örülök, hogy a másodfokon a bíróság ezt a szempontot valóban figyelembe vette, hát első fokon a Hír TV-nek ítéltek igazat, és ott egy kemény küzdelem volt, és ez egy nehéz időszak volt, és ennek már akkor ért, vagy erre már akkor került pont, amikor az Echo TV-ben, sőt, aztán később ugye újból a Hír TV-ben dolgoztam, szóval ez évekig húzódott ez az ügy. Térünk is hát erre az időszakra. Az Echo TV-ben ugye ismét találkozott a közös szakmai utunk, és ott nem csak nekünk, hanem nagyon sok régi kollégánknak új embereket nyilván bevonva egy új csapat alakult ki. Hogy emlékszel azokra az időkre? Hogyha egy személyes dolgot megengedsz, az egy nagyon kreatív és nagyon felszabadult jó időszak volt az eddigi pályámat tekintve is. Neked? Nekem is, és itt megint volt egy fontos tapasztalat szerintem mindannyiunknak, hogy ott nagyon kicsiben csináltunk mindent, és nagyon rossz technikai körülmények között, és nekem ez egy dimenzióugrás volt, ugye ott van a köztévé, egy hihetetlen infrastruktúra, elképesztő, jól felszerelt stúdió. A minden világ minden ahhoz, táján tudósított. Így van, tehát minden adott ahhoz, hogy ott igazán jó műsorokat lehessenek készíteni, és akkor egyik napról a másikra bekerültünk, a kis robotkamerák közé, ugye azokra a kis kopott székekre, a picit bevilágított stúdióba, és itt most tényleg nem becsmérelni akarom. Ez volt az Echo TV felszereltsége, az nem volt összemérhető mondjuk a köztévével, de mondjuk a korábbi állapotokban a Hír TV-ével sem. És mégis valóban megvolt ennek az egésznek a bája, és megvolt annak a milliónek is a varázsa, mert újból összejöhettünk, és újból úgy éreztük, hogy akkor na még egyszer nekirugaszkodunk, és újból megpróbálunk fölépíteni valamit. És talán ez volt az a hangulat, ami inspirált minket, és ami újból erőt adott a közös munkához. Az egy fontos és jó találkozás volt. És jó időszak volt tényleg, igen, tehát az egy nagyon kreatív időszak volt. Karácsony Gergely megy még hozzád műsorba? Nem, azóta nem jön. Ugye itt a nézőknek ez nem ilyen benfentes poén akart lenni. Készült egy nagyon emlékezetes interjú. Szerintem az utóbbi évek esti főműsoridés műsorai közül az egyik legkiemelkedőbb, amikor Karácsony Gergely, akkor még kampányidőszakban főpolgármesteri választás előtt vendéged volt, és hát így megkeverni, kavarni az leendő főpolgármester szerintem az előtt és azóta sem sikerült senkinek. Büszke vagy erre az interjúra? Minden interjúmra büszke vagyok. Az, hogy ez az interjú így sikerült, az részben az én érdemem, és nyilván alaposan készülök egy 3 vagy 4 perces interjúra is, ugyanúgy, mint egy 15 percesre. Ez igazándiból Karácsony Gergelynek az érdeme volt, ezt tegyük most idézőjelbe, de itt is volt egy nagyon fontos szempont, és örülök, hogy most erről beszélhetünk, még sehol nem beszéltem erről.
egy olyan időszakban készült ez az interjú, valóban a főpolgármesteri előválasztásokat követően, vagy talán az, abban az időszakban pont, amikor megint napirendre kerültek náci vádak, fasiszta vádak, ez az állandóan visszavisszatérő vád, ami többször landol a jobb oldalon, mint a balliberális oldalon. És visszatekintve egyébként nem csak a közelmúltra, hanem a történelmünkre, felsejlett bennem, hogy egzisztenciákat, életeket, családokat, embereket tettek tönkre ezzel a fasiszta, ezzel a náci váddal a jobb oldalon. Magyar nemzetben gondolkodó, jobboldali érzelmű, vagy akár csak tisztességes emberek karrierjét lehetetlenítették el végérvényesen. Egy olyan oldal, a balliberális oldal volt ennek az eszközlője, amelyik ugye ma is kizárólagosan magának vindikálja a jogot arra, hogy ő vegye le, vagy tegye rá a keresztvizet bárkire. Tehát az a náci, vagy az a fasiszta, akire a balliberális oldal azt mondja, és az nem az, akire ők nem mondják, az teljesen mindegy, hogy mit mondott, vagy mit tett a múltban. Ez egy nagyon erős motiváció volt arra, hogy kvázi színvallásra kényszerítsem Karácsony Gergelyt ebben a témában. Ott éreztem magam mögött, és magam mellett az összes olyan korábbi jobboldali írót, gondolkodót, közéleti szereplőt, akit ezzel a váddal hurcoltak meg, valljuk be, a legtöbb esetben teljesen igaztalanul. És azt gondoltam, hogy itt az idő, és most el fogom megengedni, hogy fél mondattal elüsse ezt a témát, vagy kibújjon ebből, és ezért vissza és visszatértem egészen addig, amíg egyértelműen állást nem foglalt, hogy a jobbikos politikusok felvetéseiről mit gondol, náci ideológia szülte, például azt, hogy a zsidó képviselőket listázni kéne a parlamentben, vagy ő úgy gondolja, hogy ez nem az. És ugye hát ez a beszorítós interjú készítési technika, ezt te is tudod és ismered, ilyenkor nem szabad egész egyszerűen kiengedni az interjú alanyt, egészen addig, amíg nem balszint. Hát szint vallott. És hát ennek egy kis zavar volt az eredménye rövid ideig a balliberális oldalon, de láthatjuk, regenerálódott az ő renoméja is, és ma már ő az, aki ismét náci és fasiszta váddal illet ellenoldali politikusokat. A következmények nélküli baloldal. Karácsony Gergelyt sikerült elég szépen csőbe húzni, azonban a Hír TV nézői nem csak politikai műsorokban találkozhatnak veled. Ahogy már itt egy fél mondat erejéig kitértél, te nem, hát hogy is mondjam, az általános iskolák hittanóráiból ismerkedtél meg először a vallással, hanem később saját magad ébredtél rá. Kérlek, mesélj nekem arról, hogy hogy jött a megtérés pillanata. Én ezt az isteni irgalmasság és kegyelem megtestesülésének tartom. Ha valaki megtér, az igazándiból nem a mi érdemünk, vagy nem a mi lehetőségünk, az egy meghívás a Jóistentől. Én ilyen meghívást kaptam 14 éves koromban, és azóta is folyamatosan hív engem, hogyha esetleg le akarok térni az útról. Van ilyen? Van. Az én lelki utam az nagyon küzdelmes, és a Jóisten a hűségét és a szeretetét rajtam keresztül ékesen bizonyítja. Ezt a küzdelmet a mindennapokban hogy képzeljük el? Úgy, hogy én megtértem tizenévesen egy karizmatikus közösségben, csodálatos éveket töltöttem. Ez volt tényleg a hitéletemnek az indulópontja, egy nagyon erős impulzus volt, és aztán letértem erről az útról, elhagytam. Ez olyan volt, mint egy ilyen állandó vita vagy vívódás a Jóistennel, mint hogyha nem akartam ez a volna... Jó és a rossz kérdése? Vagy? Nem is feltétlenül, hanem mint hogyha én folyamatosan el akartam volna tőle szakadni, ő pedig folyamatosan utánam nyúlt volna, és bebizonyította volna, hogy de, hidd el, gyere, ez a te utad, ezen kell járnod, szeretlek téged, és meg akartak tartani ezen az úton, mert neked valójában ez az út jó. De én ezt sose hittem el neki. Én mindig ki akartam próbálni valami mást, de már... Ezek, amikor le akartál térni az útról, ez mit jelent? De ezt úgy képzeld el, hogy 14 éves voltam, amikor megtértem, és 20 éves koromban a gimnáziumi közeg művész társaságban rengeteg impulzus éri az embert, rengeteg mindent olvas, filmeket néz, bulikba jár. Én azt gondoltam, hogy mindent ki kell próbálni, mindent végig kell járni, és majd a végén én hozok egy ilyen végső konklúziót, és majd, hogyha ez én a tudatommal, az érzelmemmel és a hitemmel is, a Jóisten mellett foglalok állást, akkor az majd egy kipróbált dolog lesz, nem pedig egy ilyen érzelmi impulzus, vagy egy ilyen válaszreakció. Ez persze butaság volt, ma már tudom, mert nem kell mindent kipróbálni.
válni ahhoz, hogy igaz legyen az igazság. Az igazság akkor is igazság, hogyha 14 évesen azt megtapasztalod, el kell hinni. El kell hinni és bízni kell abban, hogy a Jóisten szeret minket, és jót akar nekünk. Na, én ezt nagyon sokszor megkérdőjeleztem az életutam során, de ez a végtelen szeretet és bizalom, amit viszont megtapasztaltam, ezek során, a próbák során, és kitérések és elhajlások során, az hihetetlenül megerősített a hitemben, és emiatt érzem azt, hogy itt az idő viszonoznom, vagy megszolgálnom ezt a szeretetet és ezt a kegyelmet. És ez lett a televíziós műsorod, amelynek első körben ugye Terc volt a címe, és ezt kiszélesítve, egyértelműsítve lett Krédó a műsor címe. Igen, két fontos dologról engednek, hogy beszéljek itt. Ez is egy identitás erősítő műsor. Én amikor identitásban gondolkozom, akkor a teremtettségben is gondolkozom. Ez is egy identitás képző elem. Ahhoz, hogy pontosan tudjuk, kik vagyunk, az tisztában kell lennünk azzal, hogy mi teremtett lények vagyunk. És hogyha felfogjuk azt az értelmünkkel, hogy Isten a Jóisten kép mására teremtett minket, akkor megbecsüljük magunkat. Akkor egész máshogy tekintünk magunkra is, és az embert társainkra is, mint hogyha azt gondoljuk, hogy ez valami materialista, földhöz ragadt dolog, a mi keletkezés történetünk is. Ez spirituális is, ez transzcendens dolog is. És ez adott nekem egy nagyon egészséges önbecsülést és önértékelést, a teremtettség tudata is ad mindenkinek, keresztényeknek és azoknak is, akik mondjuk útkeresők vagy ateisták, de valahol a tudatuk mélyén elhiszik vagy felfogják, hogy ők is Isten teremtményei. És ezt az identitást is szerettem volna az emberekben erősíteni. Ez is például a Krédónak az egyik alapgondolata volt. A másik, hogy úgy éreztem, hogy a média is egy ilyen kicsit zűrzavaros világ, és úgy éreztem, hogy a személyiségem két részre válik, van egy magánember énem, és van egy szakmai énem, és valahogy szerettem volna mind a kettőt egy síkra terelni, meg akartam teremteni a harmóniát önmagamban, kerestem az utat arra, hogy keresztény emberként is televíziózhassak. És Márton Áron mondta egyébként azt, hogy a keresztény ember két világpolgára. Ugye egyszerre vagyunk a világi világpolgára, és egyszerre vagyunk a krisztusi világ, a mennyei világpolgárai. Nem szabad és nem kell ezt a két utat külön választani, és ugyanígy a hivatásunkban, és ugyanúgy megélhetjük a kereszténységet, mint ahogy egyébként megéljük a civil életünkben, sőt meg is kell, hogy éljük a hivatásunkban. Nagyon fontos, ez pedig már ugye egy szintén nagyon fontos gondolat, hogy mindenki szentté válhat a saját hivatásán keresztül is. Az életszentséget nem kell valami túl magasztos dolognak elképzelni, mindannyian e felé törekszünk, ez az, ami hajt minket. Ezek voltak a Krédónak a nagyon fontos elindító motivációi is, ez volt a teremtő gondolat, aztán belevágtam, kezdjük el, hála Istennek kaptam rá lehetőséget, és úgy tűnik a visszajelzések alapján, hogy hát, hogy erre van igény, hogy az emberek ezt örömmel veszik, hogy ilyen tartalmat is szívesen néznek. A Krédóban tudsz valójában kiteljesedni? A Krédó is az én személyiségemnek egy része, mert azt nem mondhatnám, hogy az esti aktuális politikai műsorban nem önmagamat adom, de egy nagyon fontos részt meg akartam még egy másik részt is mutatni magamból a képernyőn, és örülök, hogy ezt megtehetem. Így teljes a rólam alkotott kép, bár még mindig nem teljes, hiszen mind a ketten pontosan tudjuk, hogy a televíziós én az nem azonos a magánemberrel, vagy az igazi személyiségünkkel, az csak néhány szelete annak. De minél több szeletét meg tudjuk mutatni, erre van lehetőségünk, hát annál inkább pontosabb képet kapnak rólunk a nézők. A liberális mainstream média, hát hogy is fogalmazzak finoman, nem ezt az irányvonalat viszi. Ezzel szembesülni nap mint nap, televíziós műsorokat készíteni, akár a Krédót készíteni, vallásról, hitről beszélni, hát hogy is fogalmazok, mennyire trendi szerinted, mennyire befogadható ebben az iszonyatos ellenszélben, amiben dolgozunk? Nem trendi és nem befogadható, de sosem volt az. Hát amikor Jézus Krisztus megszületett, akkor őt nem fogadták be, őt a végén keresztre feszítették. A keresztény gondolat igazán soha nem volt a világ számára befogadható, mert a keresztények sokszor mondanak olyan dolgokat, amiket az emberek nem szívesen hallanak. És minél inkább elvilágiasodik a világ, annál kevésbé szívesen hallják a keresztény tanítást. De én azt gondolom, hogy ettől függetlenül nekünk jelen kell lennünk, mert minél inkább elvilágiasodik a világ, annál inkább szükségük van az embereknek a lelki tartásra,
tartalomra, és arra az igaz útra, ami valójában a boldogságot jelenti, és a szabadságot a számukra, bármit is mondjanak az aktuális és trendi szólamok. Ez fontos megjeleníteni, fontos, hogy ott legyünk egyébként. Ferenc pápa mondta azt, jezsuita iskolában tartott egy látogatást, és ott mondta a diákoknak, hogy azt mondják az emberek a politikáról, hogy hát nagyon beszennyeződött, hogy nagyon mocskos dolog, és a politikában nem szabad, nem lehet a keresztény embereknek részt venni. És erre azt mondta Ferenc pápa, hogy nagyon is ott kell lennünk az evangélium szellemével, mert talán éppen azért lett ilyen a politika világa, mert mi kivonultunk onnan, ahol nem vagyunk jelen, vagy ahol nem képviseljük az értékeket. Hát ez valóban, annak lesznek következményei, de azért valójában mi vagyunk a felelősek, és itt a felelősség nagyon fontos, mert sokan beszélnek kereszténységről, meg hitről, de nagyon fontos a felelősség, ez egy nagyon komoly felelősség, ezt hitelesen képviselni, megélni. Tehát erről nem, én a mai napig azt vallom, hogy erről igazándiból nem is beszélni kéne, csak cselekedni kéne, ezt gyakorolni a szeretetet, és annak a megnyilvánulásai azok igazán, amik elgondolkodhatják, hogy megérintik az embereket. Ha már a szeretetről, vallásról, hitről beszélünk, te a saját gyermekedet, Rebekát, mit adsz át neki? Hogy neveled hitre, hogy neveled a magyarság szeretetére, a saját országának a szeretetére, nemzeti szeretetére? Én úgy nevelem, hogy ő látja, hogy én hogyan élek. Tehát mintát, példát mutatsz neki. Szerintem a gyermekek szempontjából ez a legfontosabb. Szerintem mindegy, hogy feltartott mutató ujjal miről prédikálok neki naphosszat, hogyha nem azt látja. Szerintem a legfontosabb a gyermekek szempontjából a mintaadás. Én remélem, hogy olyan mintát adok neki, amit ő szeretne követni. Szóval remélem, hogy mintát adok neki, és nem olyan képet lát, amiről eldönti fiatalon, hogy hát mindent fogok csinálni, de azt nem, amit édesanyám. Én azt remélem, hogy példa vagyok neki sok szempontból, azt, ahogyan a hivatásomhoz, a munkámhoz állok, azt, ahogyan a hitemet megélem, azt, ahogyan őt szeretem. Ezek szerintem a legfontosabb dolgok, amiket átadhatok neki, hit és szeretet. És remélem, hogy ezt viszi tovább, ez egy megtartó erő. Ez akkor is megtartja őt, ha én már nem leszek. Ez a legfontosabb, amit a gyerekünknek átadhatunk. Nagyon szoros a kapcsolat kettőtök közt. A mindennapokban ez hogy merül ki? Ugye ő már 23 éves egyetemista, tehát nyilván ő azért akár minden nap nem tudtok találkozni. Hogy néz ki Földi Kovács Andrea édesanyaként? Hát mi tényleg, ahogy mondtad, mi szimbiózisban éltünk. Én fiatalon szültem, és volt is egy olyan időszak, amikor ugye azt hitték, hogy nem is a lányom, hanem a húgom. Tehát nagyon-nagyon kis különbség volt köztünk. Most is egyébként még elmondható, hogy így ránézésre nincs nagykor különbség köztünk. 21 éves voltam, amikor Rebeka született egyébként. Szóval ma is nagyon szoros a kapcsolat, de fontosnak tartom az elengedést. Tehát most a fontosabbnak tartom az ő életében, hogy kialakítsa a saját életét. És ez volt a legnehezebb egyébként, ezt a szimbiózist valahogy átkonvertálni egy olyan életté, amiben neki is megvan a saját útja, ő is felépíti a saját életét, a karrierjét, megkeresi a magának fontos dolgokat. Igen, vissza kellett fognom. Szóval én nem akarok ilyen helikopter szülővé válni, aki például ott köröz a gyereke körül. Hol vagy, mit csináltál? Igen. Tehát, hogy néha vissza kell fognom, de ezt tudatosan teszem. Tehát tudom, hogy jobb neki, hogyha ezt nem teszem, és tudom, hogy jobb, ha most már tényleg önálló. És a nehézségekben is ott van egyedül, és tényleg csak mondjuk a végső pontokon avatkozom be. De van hogy ott vagyok. Amikor kell, akkor ott vagyok, de nem vagyok ott állandóan, és nem segítem ki mindenben, mert azzal valójában nem segítek neki. Szóval most már lazább a kapcsolatunk, telefonon természetesen beszélünk, ő már albérletben lakik. Egyébként most nagyon büszke vagyok rá, mert részt vesz a célzott tesztelésekben is, ugye egészségügyi karon van, és most már 2 hete járják az iskolákat, óvodákat, és tesztelik a pedagógusokat, óvónéniket. Nagyon sokat dolgozik, fárad, de hihetetlen élmény szerintem ez nekik, és büszke vagyok rá. Szóval látom, hogy csodálatos ember, sok tekintetben sokkal inkább fölém nőtt, sok tekintetben sokkal inkább komolyabb, megfontoltabb, mint én, odaadóbb, empatikusabb is talán. Szóval nagyon, nagyon jó látni. A férjed Földi László, titkosszolgálati szakértő, volt hírszerzőtiszt. Hogy néznek ki nálatok a családi ebédek, a világ nagy problémái,
beszélhetnénk számtalanról, bevándorlásról, amiről ugye a férjed leginkább vagy a legtöbbet beszél, de még említhetnénk egy csomó példát. Sokszor szóba kerülnek? Hát igen, azt szoktam mondani, hogy nálunk az asztalnál egyszerre jelen vannak a titkosszolgálat és a háztartási ügyviteli kérdések, és ezek vegyülnek. De tényleg sok mindenről beszélgetünk, és én hálátok a Jóistennek, hogy megismerhettem őt, és hogy mi részei lehetünk egymás életének. Nagyon inspiráló intellektuálisan is az ő partnersége. Remélem, hogy én is neki, és ez egy különleges élmény a számomra, nyilván minden nap, de azért ezt ne képzeljék az emberek, feltételezem, hogy ti sem viszitek azért haza mindig a munkát, hiszen fontos, hogy boldog és harmonikus családi életet éljen, ahhoz azért fontos, hogy ki tudjuk zárni ezeket a problémákat, de valóban nagyon sok mindenről beszélünk, többek között egyébként mondjuk titkosszolgálati kérdésekről is, vagy biztonságpolitikát érintő kérdésekről is. Sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy nem félek-e, vagy hogy milyen lehet egy volt hírszerző tiszt mellett élni, és hogy nem vagyok-e paranoiás, nem tartunk attól, hogy lehallgatják a telefonunkat, stb. És azt szoktam mondani, hogy egy dolog ismerni a ránk váró veszélyeket, vagy látni adott esetben egyes mintázatokból, hogy 5-10 év múlva milyen folyamatok zajlódhatnak le Európában vagy Magyarországon. Erre ugye gyakorlatilag a férjemnek kiképzése van, hiszen egy hírszerző tiszt vagy egy kém valóban arra van predesztinálva, hogy ezekből a folyamatokból megjósolja, hogy hova vezethetnek ki mondjuk a globális világtrendek, vagy a belpolitikai események, vagy akár egy migrációs hullám. De mi ettől függetlenül nem félünk a jövőtől, tehát mi hiszünk a cselekvés, a remény és a józanság erejében, ez hatja át a mindennapjainkat, de valóban nagyon sok információ birtokában józanul és cselekvően élünk, szóval mi mindketten azért a hivatásunkban és a hétköznapi életünkben is mindent megteszünk azért, hogy ezeket a folyamatokat, vagy az emberek gondolkodását ezekről a folyamatokról befolyásoljuk. Andi, mit gondolsz, 2005-ben kezdted a televíziós pályafutásodat, 2015 és 2020 között mennyit változott a televíziós szakma? A saját életutadat is végig tekintve. Sokat. És jó vagy rossz irányba? Mind a két irányba változott. És ez nem csak a televíziós szakmára igaz, hanem minden szakmára. Hogy annyira egyfelől felpörgetett életet élünk, és egyfelől az, hogy a hírciklus olyan szinten rövidült le, ahogy lerövidült, tehát hogy minden másodpercben kapnak már a szerkesztőségek és az emberek is új információkat, ez valahogy ellehetetlenítette a szakmai alaposságot bizonyos szempontból, mert ez persze nem felmentő ok arra, hogyha valaki nem alapos újságíróként, de azt érzem, hogy sokkal fontosabb ma már, hogy első legyen egy szerkesztőség vagy egy orgánum a hírközlésben, és sokkal kevésbé fontos, hogy pontos legyen. Vagy, hogy és ezért van, igen, ezért van a sok fake news, a félre tájékoztatás, és most nem számítom azokat az eseteket, amikor szándékosan tájékoztatnak félre a sajtóorgánomok, és ezért csak a pontatlanság, a helyreigazítás, a kisiklás, stb. Szóval valahogy egy kicsit úgy érzem, hogy felhigult a szakma, hogy van egy nagyon felpörgetett gyors tempó, ami miatt már bizonyos munkafázisok például nem is elvégezhetőek, ezt egyáltalán nem tartom pozitív folyamatnak. Ugyanakkor az én személyes életutam vagy szakmai utam szempontjából ezért ez az 5 év is nagyon tartalmas volt, és a folyamatos munka miatt volt tartalmas, és azok, mint az impulzusok miatt, amik értek, amilyen interjúkat folytattam, amilyen témákban beszélgettem, ez egyfolytában alakítja, csiszolja az ember személyiségét, és a világlátását is. Létezik magyar sajtószabadság? Létezik magyar sajtószabadság. Csak mert, hogy sokszor olvassuk, sokszor halljuk, hogy nem létezik magyar sajtószabadság, és hogyha két újságíró ül már egymással szemben, akkor ez egy fontos kérdés. Hogy... Ez egy fontos kérdés. Szerintem sokat beszélünk róla, néha kicsit túl sokat is. Én sokkal jobban örülnék, hogyha minden korszakban ennyit beszéltünk volna a sajtószabadságról. Tudnál mesélni? Igen, bár még nálam idősebb, vagy előttem járó kollégák még többet tudnának mesélni, de csak én a pályafutásom kezdete óta mondjuk megéltem azt, amikor a Szilvási féle titkosszolgálat kiküldte a tiszteket az újság Magyar Nemzet újságíróira, vagy
emlékezhetünk még arra az eseményre, amikor a Demokrata szerkesztőségét szétverték, vagy letiltották az állami hirdetéseket a Magyar Nemzetben. Jól lehet mondjuk egy vagy két nemzeti vagy jobboldali sajtóorgánunkból csak Magyarországon, akkor valahogy kevésbé taglalták a sajtószabadság kérdését. És ma is, hogyha erről szó van, akkor főképp a tulajdoni viszonyok, a piaci viszonyok tekintetében beszélünk sajtószabadságról. Pedig van itt egy nagyon fontos körülmény, ez az információ szuverenitás kérdése, ami sokkal inkább befolyásolja a sajtószabadságot globális szinten, mint mondjuk az, hogy jobb vagy baloldali tulajdonban van. És milyen arányban sajtóorgánumok. Hát az Egyesült Államok, van Fox News, van CNN, van republikánus és van demokrata televízió. Ez nem probléma. Szerintem nem ez a probléma, hogy egyébként mondjuk világnézet vagy politikai beállítottság tekintetében léteznek ilyen vagy olyan sajtóorgánumok, és ezeknek az aránya változik. Ami igazán probléma az az, hogy globális tech cégek uralták el az információs piacot, és monopól helyzetben vannak. Tehát nézzük meg a közösségi oldalakat, hogy nézzük meg az internetes szájtokat, nézzük meg a Wikipédiát, az enciklopédiát, amit ma már mindenki úgy üt fel a virtuális térben, mint hogy az orákulumhoz járulna. Milyen szinten moderált az ott megjelenített tartalom, a Soros terv című szócikket nem lehetett létrehozni a Wikipédián hosszú éveken keresztül, mert ott is vannak olyan, hát hogy is mondjam, kontrollelek, akik azért szabályozzák azt, hogy oda ki és mit írhat. De ez csak egy példa volt, a Facebook letiltások, moderálások mai napig aktívan élnek, és szerintem ez egyre durvább lesz ez a trend. Szóval szerintem nagyon fontos az, hogy arról az információsztrádáról, amit ezek a globális tech cégek uralnak, milyen információkat tudnak begyűjteni jobb és baloldali szerkesztőségek mondjuk, és ilyen értelemben már nem beszélhetünk sajtószabadságról sem, és információs szabadságról sem. Lennél politikus? Soha. Tényleg ennyire stabilan kijelented, és miért nem lennél? 44 éves vagyok, az embernek fiatalom véleménye van, 44 éves korára szerintem meg már meggyőződése vagy világnézete. Korábban lettél volna? Nem, szerintem soha. Azért valahol mindig éreztem magam, én egy nagyon egyértelmű ember vagyok, te ismersz, te tudod, hogy én viszonylag gyorsan meg tudom mondani dolgokról, igen vagy nem. Emberekről is tudunk együtt dolgozni, vagy nem is, hogyha nem, nem erőltetem. Tehát én nem szoktam sokáig ilyen felemás szituációkat fenntartani, és talán ez az egyik olyan jellemvonásom, ami nem biztos, hogy alkalmassá tenne arra, hogy én a politika világával érvényesüljek. Én tudom, hogy nem lennék jó politikus, nem is feltétlenül tartom magamat alkalmasnak arra, hogy politikus legyek, és nem feltétlenül csak a személyiség vonásai miatt. Én nálam jóval felkészültem, és nagyobb formátumú emberek kellenek oda. Elborzaszt az egyébként, hogy milyen felkészültséggel és milyen kompetenciákkal rendelkező emberek vallják magukkal teljes bizonyossággal, vallják magukról teljes bizonyossággal azt, hogy ők alkalmasak a döntéshozatalra, vagy mondjuk egy országgyűlési képviselői pozíció elfoglalására. Nagyon kevés időnk maradt. Mit jelent neked a magyarságod? A magyarság egy életforma. És én ebbe beleszülettem, és én ebbe belenőttem, és az életem során olyan impulzusokat kaptam, amelyek ezt folyamatosan erősítették, de valahol azért ebben nem is nagyon kellett nekem fejlődnem. Ez sejtszinten van bennem. És hogy csak egy példát mondjak, hogyha én néptáncot látok, vagy népzenét hallok, akkor én valahol a gyomromban érzek valamit, sejtszinten. És a magyarság, hogyha identitás kérdésekre beszélünk, és valójában nem szeretem ezt a szót. A magyarság egy életforma, egy lelki állapot, szerintem egy olyan, mint a levegő, annyira természetes nekem, és nem tudok máshogy gondolkodni, és nem tudok máshogy érezni, csak magyarként. És nagyon sokat olvastam a magyarokról, milyenek voltak a magyarok. És ez nagyon fontos lenne egyébként, hogy mindannyian sokat olvassunk arról, hogy mi a magyar, kik vagyunk mi magyarok, milyen jellemvonásokat hordozunk magunkban generációk óta. És rettenetesen megtetszett egy leírás arról, hogy milyenek voltak a szkíták, a hunok, a magyarok elődei, hogy mennyire bátor, harcos nemzet volt, és milyen szépek voltak akkor, amikor küzdöttek. És szerintem ez igaz a mai napig ránk, hogy ha minket küzdelemre kényszerítenek, onnantól kezdve az ellenfeleink vesztesek, mert mi szerintem küzdelemben jók vagyunk, harcban is jók vagyunk. És nézd meg egy igazán
bátor magyar ember, teljesen mindegy, hogy sportteljesítményről van szó, vagy más jellegű küzdelemről, valahogy látszik rajtunk, hogy akkor élünk igazán, nem? Akkor teljesedünk ki. Ez is ott van a génjeinkben, a küzdelem, a szabadság szeretet. Ott van az állandóság szeretete. Az, hogy mi szeretjük a folytonosságot, a kontinuitást. Itt élünk a Kárpát-medencében. Hosszú-hosszú évszázadok óta őrizzük a hagyományainkat, fontosak nekünk, szeretjük az állandóságot. Mi nem vagyunk, talán nem vagyunk annyira vibráló nemzet, mint mondjuk a déli államok népei, de nagyon mélyen érző és nagyon igazságokhoz ragaszkodó nemzet vagyunk. Valami ilyesmit jelent nekem a magyarságom, de lehet, hogyha 5-10-15 év múlva megkérdezel, még sokkal mélyebben tudok erről beszélni, mert biztos, hogy nagyon fontos tapasztalatokat élek át, majd még magyar itt a Kárpát-medencében és Európában. Akkor 10 év múlva remélem újra itt beszélgettünk, Andi. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jövő héten ugyanekkor itt találkozunk. Mi vagyunk a magyarok.